Üdvözöllek! Valószínűleg a sorban állást, meg a tömeget a nagy többség ugyannyira nem szereti, viszont sajnos bevásárlás vagy valamilyen ügyek intézése során azért ez nem minden esetben elkerülhető. Erre kínál segítséget a Google egy ideje, még az olyan formában, hogyha például tegyük fel, hogy mondjuk a Tesco, ami mindenki által ismert valószínűleg, és egészen konkrétan például Debreceni Tesco-ba szeretnénk elmenni vásárolni, akkor rákeresünk, bár igazából rögtön itt van, mondjuk legyen a Tesco Extra Debrecen, kattintunk rá, és látható, hogy megjelenik egy ilyen most egy ideje már, hogy népszerű időszakok. Ez azt jelenti, persze megközelítőleg nem feltétlenül halálpontos azért, de mindenképpen egy erős jelzés arra vonatkozóan, hogy az adott időszakban mennyire nagy a forgalom. Például most éppen a Tesco-ban, mert arra kerestünk rá. Hát látható, hogy így a délután 3-4 óra körül úgy eléggé megnövekszik a forgalom, aztán értelemszerűen este szépen elkezd csökkenni. Illetve a délelőtti órákban, és még inkább a reggeli órákban viszonylag kicsi a forgalom. Tehát ilyenkor megyünk, akkor valószínűleg nem szembesülünk túl nagy forgalommal, és talán sokáig tartó sorban állással sem. Valamint itt azt is közli velünk, hogy az emberek jellemzően ennyi időt töltenek itt, 20-45 perc. És van élő funkció is. Jelenleg az adott pillanatban milyen a forgalom? Hát úgy viszonylag nagy a forgalom, egy kicsit nagy a forgalom, egészen pontosan. Meg itt van egy kérdés, hogy helyes. Hogyha erre kattintunk, akkor itt jelezhetjük, hogy igen, helyes az adat, vagy pedig, hogy hát nem annyira, mert kevésbé forgalmas, vagy pedig, hogy a hely forgalmasabb, meg akár itt tehetünk egy észrevételt, illetve javaslatot is. Sajnos még nem mindennél működik ez a funkció, de úgy a viszonylag ismertebb áruházláncok például. Azok esetén azért, hogy tipikusan elérhető, illetve egyébként, mint látható, értékelés is megtekinthető. Jelen esetben, hát nem annyira túlságosan biztató 3,2, szóval ez sem egy haszontalan dolog azért, illetve itt még képeket is találhatunk. Szóval hogy viszonylag sok mindent megtudhatunk az adott, jelen esetben például boltról, kezdve azzal, hogy mikor érdemes megejtenünk a bevásárlást, amikor nincsenek túlságosan sokan. Persze nem csak a Tesco esetén, hanem hát nem tudom mondjuk, például Penny, szintén egy ismert áruházlánc, ennél is elérhető például. Viszont látod, hogy itt inkább a 6 óra környéki időszak az, ami eléggé forgalmas. Előtte úgy viszonylag kisebb a forgalom, itt írja, hogy általában nincsenek túl sokan. Hát úgy gondolom, hogy egy próbát azért érdemes ezzel tenni, hogyha valaki nagyon nem szeret túl sok időt tölteni bevásárlással, vagy egyéb tevékenységgel, vagy éppen a tömeget nem különösebben kedveli, illetve a sorbanállást. Egyébként itt van egy ilyen funkció, hogy hiányzó hely hozzáadásait tudjuk jelezni, hogy mit szeretnénk még ilyen formában a Google-ben megtalálni.